Az iskolákba korlátozottan bevihető tárgyakról szóló jogszabálytervezetről Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára számolt be. Ez alapján nem tiltott, de használatukban korlátozott tárgyak lesznek a mobiltelefonok és más okoseszközök. Erről kérdeztük a diákokat. Diákként, ugye a diákoknak nekünk nagyon rossz, de valamilyen irányba jó, mert a gyerekek akkor figyelnek, az órákon tanulnak valamit. Nagyjából ennyi igazából. Lehet jó ötlet, mert a diákok többet beszélgetnek, nem telefonoznak annyit, nagyobb a társaság. Úgyhogy szerintem lehet, hogy jó ötlet. A korábbiakban a kormány digitális konzultációt folytatott le. Ebben a tanárok és az igazgatók többsége szükségesnek tartotta az iskolai mobil használat szabályozását, mert az eltereli a diákok figyelmét. Mostanában az online oktatás miatt nagyon sok tanár ugye digitálisan adja meg nekünk, és én a Garaiba jártam, ott is nagyon sok olyan óra volt, amikor azon tanultunk, azon kaptunk valamilyen feladatot, szóval nem hiszem, hogy ez annyira fontos lenne így korlátozni. Értem. Mert hogy vannak olyan tanárok, akik mondják, hogy tegyük el, akkor el is tesszük, és nem szoktunk nagyon telefonozni órákon. Mobiltelefonozást korlátozó szabályok már jelenleg is működnek több intézményben, például az egyik dombóvári iskolában is. Szerintem ez azért jó ötlet, mert a diákok nem a mobiltelefonra fognak koncentrálni, hanem a tanulásra, és a mi iskolánkban lehet vinni telefon, de kikapcsolt állapotban, és csak nap végén lehet elővenni. Fontos ugyanakkor, hogy a tervezet szerint természetesen megmarad a diák lehetősége a mobil használatára az iskolaidő előtt vagy után, szükséges esetben a szüleikkel a kapcsolatot ezen keresztül is tarthatják. Továbbá, ha a tananyag elsajátításához a mobil is szükséges, akkor azt a tanár engedélyével bevihetik tanórára is.